Sziasztok! Köszöntünk mindenkit itt a Sportfogadás.org-nak a következő podcastjában, ahol igazából már egy megtekezdett témát fogunk folytatni, ez pedig az Euro 2024. Míg a srácok pár nappal korábban beszélgettek itt a legtöbb csoportban lévő tippekről és válogatottakról, mi most kifejezetten ezt a podcastot a magyar válogatottnak fogjuk dedikálni, és át fogjuk beszélni igazából, hogy hazánk csapatától mire számíthatunk. Ebben én és Robi leszek majd a segítségetekre. Reméljük, hogy hallotok új információt, érdekességet, vagy akár csak a sportfogadás szempontjából így megkönnyítőleg hallhattok információkat és összefoglalást az elmúlt napokról. Azt fontos elmondani, hogy ezt péntek este vesszük fel, ez azt jelenti, hogy már az Írország barátságos meccs után vagyunk, viszont még Izrael előtt, tehát az Izraelről max. Jövő időben fogunk beszélni, és talán kezdjük is innen ezektől a felkészülési meccsekről, Robi. Te is láttad az Írország elleni meccset, vontál-e belőle valami tanulságot, vagy egyáltalán le kell-e vonnunk belőle bármi tanulságot? Hát sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából messze menő tanulságokat én azért nem vonnék le ebből a felkészülési meccsből. Nyilvánvalóan fájó volt, hogy 2022 után elvesztettük a veretlésünket pont egy Írország karibelű csapat ellen, akit akárhogy nézzük a múltban lévő ellenfelénkhez képest azért illet volna legalább szerintem egy X-et kiharcolni, de hát igazából tényleg itt nem is jöhet az a közhely, hogy nem az eredmény volt a fontos, itt az a legfontosabb, illetve legkardinálisabb kérdés, hogy ezekben a napokban Rossi mester megtalálja azt a kezdőt, azt a taktikát, amelyel a német, svájci, illetve a skót trió ellen majd a csoportmeccseken eredményesen tudunk játszani. Itt igazából az eredmény teljesen másodlagos volt, sokkal inkább itt a mutatott játékra kell majd reflektálnunk, mert szerintem azért az hagyott kívánnivalót maga után, de hát nézzük meg azt, hogy szerintem a fiúk azért még az energiáikat tartalékolják, várhatóan Izrael ellen sem fognak 100%-on pörögni, itt tényleg itt a EB előtti hajrában az a fontos, hogy összeszokjanak itt a srácok, és igazából ezekből az írek elleni vereségből nem kell tényleg messze menő következtetést levonni, és pláne nem kéne temetni a srácokat. Jó, ezzel igazából én is teljesen egyetértek. Ami a kérdésem lenne, hogy igazából én itt már egy cikkekben elemeztem, hogy milyen kezdőt várhatunk. Megmondom őszintén, nem lepődnék meg, hogyha ugyanaz a kezdő 11 lépne pályára a Svájc elleni első meccsen, mint ami az írek ellen kezdett. A kapuban ott el tudok képzelni a változtatást, ugye most ma még nem tudjuk, hogy Gulácsi vagy Dibusz fogja védeni, az írek ellen ugye mindketten 45 percet kaptak, ebből valószínűleg azért nem fogunk tudni messze menő következtetést levonni. Képernyőre fel is raktam igazából azt a kezdő 11-et, illetve a keret többi tagját. Szerinted van-e rá esély, hogy ez a kezdő fog kezdeni a svájciak ellen is, vagy te azért számítasz itt még cserére? Hát, hogy őszinte legyek, szerintem is Rossi mester a legerősebb kezdőnkkel lépett pályára. Nagyon nem lehet belekötni abba az összeállításba, amit az írek ellen felvonultatott. Igazából nem nagyon tudok sajnos senki olyan meghatározó egyéniséget mondani, aki a szigetországiak ellen például a padon kezdett volna. Úgyhogy, és ez is az egyik legnagyobb problémám itt az EB kapcsán, hogy az a véleményem, hogy van egy nagyon jó nemzetközi szinten is szerintem elismert kezdő 11-ünk, viszont eléggé kicsi a merítési lehetőség a cserepadról. Úgyhogy nem igazán látom azt, hogy azok a cserék, akik vagyis azok a játékosok, akik az írek ellen a padon voltak, azok közül bárki itt mondjuk a svájciak ellen a csoportmeccsek során mondjuk tényleg kifutna itt a kezdősípsző előtt a gyepre. Úgyhogy én gyakorlatilag ezt a kezdőt várom, nem tudom te hogy vagy vele, de igazából nem érzem azt, hogy bárki nyújtott volna eddig olyan teljesítményt, mint például az írek ellen, hogy bejátszotta volna itt magát a kezdő 11-be. Igen, szerintem is maximum kisebb sérülés lehetséges. Ugye itt a védőknél ott vannak, hogy a meccs hiány, meg ilyen-olyan sérülésbe épülnek fel emberek, illetve Stice sem tartom nagyon távolnak a kezdőtől, de hogyha mondom, én nem lepődnék meg, hogyha ez a kezdő fut neki. Mielőtt azonban még tovább mennénk, azt akartam tőled kérdezni, ugye, hogy azóta nem is beszéltünk, hogy most már megvan a keret, meg bőkeret, meg mi egymás.
Van olyan játékos, akit te igazából hiányolsz ebből a keretből, és szerinted lehet, hogy ő neki lehetőséget kellett volna adni? Hát igazából most így hirtelen egy név merül fel bennem, és mégpedig ez a magyar sportsajtóban is sokaknak szemet szúrt, az nekem a Dárdai Palkónak a neve a támadó sorban. Tehát egy Csobot Kevin, vagy egy Gazdag Dániel helyett simán el tudtam volna képzelni az idősebb Dárdai srácot, mert ha megnézzük a Hertában, itt a szezon hajrában, azért szépen lövöldözte a gólokat, voltak gólpasszai, és igazából így, hogy mondjam, én nem követem annyira a német másodosztályt, de például amikor még itt Magyarországon a Videotonban is, vagyis a Fehérvárban is focizott, ugye pont egy olyan időszakban volt itt Székesfehérváron, amikor eléggé botrányos körülmények között szerepelt a csapat, de mégis azért húzó ember volt, és például bennem van még máig a Köln ellen rúgott bombagólja itt a tavaly nyári selejtező sorozatban. Szerintem lenne benne potenciál itt a Varga Sallai mellett, akár egy csereként is, úgyhogy én nekem kicsit érdekes volt, hogy Rossi nem adta meg neki a bizalmat, pedig sokkal jobb formában van, mint például Gazdag Dániel, aki ugyan a Philadelphiában tényleg rekordokat dönt, meg tényleg lövöldözi a gólokat, de valahogy Rossinak a játékrendszere nem fekszik neki, és talán az két évvel ezelőtti Anglia elleni 0-4-es gólja óta, ugye ő vállalta ott Wolverhamptonban a negyedik gólt, nem is nagyon lőtt gólt, meg nem is volt olyan érdemlegesen jó meccse itt a válogatottban. De még akár azt mondanám, hogy a Dárdai még én nekem kicsit az Ádám Martin helyett is beférne, bár mondjuk egy hozzásoló erőcsatár azért kell ide a válogatottba, mikor nem is bír szerintem 90 percet. Ez Csobot helyén simán el tudtam volna, vagy Gazdag helyén képzelni. Igen, ez én is értetek, nekem is jutott eszembe, azért is kérdeztem meg, de kíváncsi voltam a véleményedre. És igazából ugye itt az a necces, hogy azért Csobot, ugye Újpestről jön, azért most mindketten néztük tavasszal az NB1-et, tehát az Újpest ugye tragikusan játszott, és azért ugye korábban volt ez az elv, igazából most is, hogyha vannak olyan játékosok, akik mélyen van, mint a korábban tettek le, hogy az asztal, ugye azokat meghívta Rossi, ugye tavalyi szezonban ilyen volt ugye Négo és Fiola is, amikor még Négo is még a Videótonban játszott, és ugye most is például Botka, akinek ugye volt jelentős szerepe igazából, úgymond az útban az EB-hez, és azért ő is sem játszott sokat tavasszal, de Csobotnak nem is volt ilyen nagy szerepe, és szerintem ő maga is kicsit beleszürkült ebbe az egész újpestes dologba, meg tudjuk ugye, hogy hogyan maradtak bent, szóval kicsit az ő személye olyan viszontagságos, hogy inkább nekiadtunk lehetőséget. És ugye, amit te is mondtad, hogy a Dárdai ugye sérült is volt, de aztán sérülésbe felépült, és utána azért a Bundesliga 2-ben elég jól játszott, azt pedig tudjuk, hogy topligában alsóbb osztály, az viszont már nem probléma Rossinál. Tehát itt azért elég sokan vannak, akik másod, akár harmadosztályú csapatnak ugye a tagjai topliga alatt, és ők pedig mindig előnyt élveztek az NB1-esekkel szemben. Szóval ilyen szempontból ugye érdekes ez a döntés, meg ugye más, ugye, hogy te is mondtad, ugye, hogy Köln elrugott gólt Kölnbe, ott játszik ugye a svájciak elleni első meccset, ugye itt lesz Dárdai Márton is, akit ugye végre elfogadta ugye így a Magyar Szövetségnek az invitálását, már csak egy Dárdai fiút kell behúzni, és azért Palkóban is van még potenciál, ami esetleg nem lett volna, ami eddig nem mutatott meg, tehát ilyen szempontból talán egy kicsit erősebbnek éreztem valamint Csobotot, abból a szempontból nem, hogy ugye Csobot többször volt ugye ott a keretben, mint Dárdai Palkó, ugye ez annak is köszönhető, hogy kevésbé volt sérülékeny az elmúlt szezonban. Hát ez így van. Jó, jó, oké, menjünk is akkor tovább, és akkor talán folytassuk innen, hogy mit gondolsz, hogy beszélgettünk itt sokat még az elmúlt két EB-ről is, voltunk is kint ott a meccseken, mi az, ami szerinted, amiért kedvező előjelekkel várhatja ez a mostani keret és válogatott ezt a 2024-es EB-t korábbiakhoz képest? Hát igazából nekem az a véleményem, hogy az elmúlt két EB-n látottak alapján, hogy ez a csapat, illetve ez a válogatott, meg nemzetünk is nagyon rá tud pörögni az ilyen kontinens viadalokra. Tehát mind a szurkolók, mind pedig látszik a srácokon is, hogy rendkívül motiváltak, hogy egy nagyot alkothassanak a válogatottal. És ez mind a két EB-n szerintem
pozitív energiákat szabadított föl. Elég emlékeznünk a 2016-os francia EB-re, ahogy csoport elsőként jutottunk tovább a csoportból, és milyen micsoda mérkőzéseket játszottunk, ugye Ausztriát megvertük, akik akkor szerintem még erősebb nemzeti 11 voltak, mint jelen pillanatban. Akkor Portugáliával ugye az emlékezetes 3-3, de elég csak tényleg a 21-es EB-re gondolni, amikor ugye mi is kim voltunk a portugál, illetve a franciák elleni meccsen is, és tényleg meg a németek elleni, mondjuk azon nem voltunk a döntetlenen, de nagyon-nagyon erőn felül teljesített ez a válogatott, és én ennek leginkább, hogy mondjam, nem a játéktudás volt kirívó, illetve a teljesítmény, hanem szerintem mindezek az eredmények úgymond kicsit a szentimentálisan a szív diadala volt, tehát voltak. Tehát, és én ezt valahol várom a német EB-től is, tehát nagyon sokan akarnak bizonyítani, tehát most mai napon olvastam például egy cikket a Nemzeti Sporton, a Willi Orbánnak az apukájával készítettek egy interjút, és ő is mondja, hogy mennyire motivált a fia abban, hogy megmutassa, hogy Németországban, hogy mekkora hiba volt ő annó 6 éve, hogy amikor U19-es német válogatott volt, és nem kellett, akkor azt hiszem talán Joachim Löw volt még a szövetségi kapitány, és például Willi Orbán simán hagyta, hogy elmenjen, és hát ugye nagyon sokan vannak, akiknek bizonyítani valójuk van, tehát például Dárdai Márton is, a Schäfer is, és ugye abból a környezetből jönnek, ahol hétközben a bajnokikat játsszák, rengeteg Sallai a Freiburgból, és szerintem ez egy olyan hogy mondjam, dopping lehet, illetve hát rengeteg magyar megy ki, tehát nem lehetett jegyekhez jutni, ami szerintem mind-mind olyan hajtóerőt szabadíthat fel, ami akár újfent egy pozitív eredményre adhat okot. Tehát én leginkább abban látom a srácokban, hogy bizonyítani akarnak, motiváltak, és nagyon bízom benne, hogy ez a belső motiváció le fogja küzdeni, hát hogy mondjam, legyőzi majd azt a fáradtságot, azt a szezonvégi kicsit kissé enerváltságot, ami mostanában néhány kulcsjátékosunkat jellemzi. Igen, még akár a németek közül mondhatta, aki Németországhoz költött, mondhatta van Klein Heschlert is, akinek ugye annó elég rövid lett ez a német kaland, ugye a Darmstadtba és a Werder Bremenbe se tudta megváltani a világot, pedig ugye pont előtte robbant be ő is ugye egy EB-n. Így van. Hát ugye a norvégok elleni megpattanó gól az soha nem fogjuk elfelejteni, úgymond. De igen, amúgy nekem egy Klein Heischler ebből a szempontból nem jutott eszembe, de tényleg nagyon sokan vannak. Hát illetve nem szabad elfelejteni azokat az egyéni motivációkat is, amik jellemzik itt a srácokat. Hát ugye egy kontinens viadal, vagy bármilyen nagyobb nemzetközi viadal, akár egy világbajnokság, az mind-mind karrier szempontjából egy nagyon-nagyon fontos állomás egy profi focista életébe, bárne ha válogatott, hát itt tudja megmutatni magát. Nagyon sokan, hogy mondjam, sokaknak ez egy nagyon-nagyon nagy lehetőség arra, hogy akár jelenlegi helyzetükből kiutat találjanak. Gondolok itt például a Szalai Attilára, ugye hát most már a válogatottban is a cserepadra szorult most, hogy Dárdait elkezdte erőltetni Rossi, ami nem csoda, hiszen hát Szalai ugye nem játszott tétmeccset se a Hoffenheimbe, se tavasszal a Freiburgba, értelemszerű volt és idő kérdése volt, hogy a válogatott kezdőjéből is kikerül. Neki nagyon-nagyon fontos lenne, ha egyáltalán szerephez jut, hogy valamit villancson, hogy esetlegesen most, hogy távozzuk, ugye nagy valószínűséggel szerintem elhagyja majd Németországot, vagy lehet, hogy el is hagyta, csak én még le vagyok maradva a hírekkel, de hogy egy erős csapatot találjon. De szerintem hasonló helyzetben van Nagy Ádám is, ugye, aki a 20-as évei végén van, és most az olasz kettőben a Speciánál van éppen, ugye a Pízától elköszönt, és hát ugye most a Speciával sikerült kivívni a bennmaradást, de hogyha esetleg az EB-n egy tök jó teljesítmény nyújtana, könnyen lehet, hogy akár nem azt mondom, hogy olasz első osztály, vagy topliga már a Nagy Ádám, de akár egy erősebb másodosztályú topligás csapathoz is. Ezt jól megmondtam, tehát egy másodosztályú erősebb csapathoz is el tudna igazolni, akik akár feljutásért játszhatnak mondjuk egy erősebb bajnokságban. Úgyhogy ezt sem szabad elfelejtenünk az egyéni motivációnak a kérdését, ami megint csak pozitív hatással lehet a válogatottunk szereplésére az EB-n. Igen, nekem még amúgy, hogyha már ezt a sort, így akkor egy emberre tudnám folytatni, nekem Stiles az,
akinek szerintem a játék a meggyőző, amikor a válogatottban van ott, és ugye tudjuk, viszont évek óta nem tudott elszerződni ugye a Liga 1-ből, a League 1-ból, mióta ugye oda kiesett a Barnsley, ugye ő is most kölcsönbe ugye tavasszal a Championship-be játszott, de ugye a Sunderland majd nem fog rá igényt tartani, tehát ő is például egy olyan, akinek azért szerintem a kvalitása alapján nem a League 1-ba kéne játszania. De majd, hát, majd meglátjuk, hogy ő is ugye mennyi játék lehetőséghez jut, mert ugye ő is akkor került előtérbe, amikor ugye Schäfer sérült volt, ugye akkor ő volt nagy párja. Én azt gondolom, hogy azért fog játékperceket kapni ő is, de nyilván ennek, ezzel ugye ennek is élnie kell. Azért voltak olyan meccsek, amikor ő is kicsit szürkén játszott, de hát amikor bejött csereként, akkor azért tudott hozzátenni a játékhoz. Jó, egy dologra akartam még reflektálni, amit te mondtál, és az méghozzá az, hogy ugye most azért én azt veszem észre, hogy 16 óta, mióta kicsit meglepetésre kijutottunk az EB-re, ahhoz képest a válogatott nagyon sokat fejlődött. És képzeld el, hogy a hét elején megnéztem amúgy az Ausztria-Magyarországot, az elejét a végeit, tehát nem összefoglalót, és azért igazából szerintem az elmúlt másfélben is azért majdnem az összes válogatott meccset láttam, talán egy-kettőt nem. A válogatottnak a játékképe nagyon sokat fejlődött. Tehát azért, hogyha most visszanézed ezt az Ausztria meccset, amúgy nehezen hiszed el, hogy amúgy ott győzni tudtunk. Tehát ott azért az osztrákoknak sokkal több helyzetük volt, és ott azért indultunk volna egy ilyen nagyon negatív képpel, hogyha az osztrákok ellen mondjuk simán kikapunk, vagy bármi ilyesmi, de az volt az a meccs, ahol tényleg kicsit talán szerencsés volt a válogatott, és nagyon összejöttek nekik azok a helyzetek, amiket végül gólra tudtak váltani. És most pedig már nem érzem ezt a csapaton. Szerintem a 2021-es EB is egy kicsit olyan köztes pont volt, hogy ott ugye meg már megmutatták, hogy akár élválogatottakkal is fel tudják venni a versenyt, és most pedig azt elmondhatjuk már talán, hogy amúgy picit el is várjuk a csapattól, hogy tovább jusson. Mit szólsz ehhez? Igen, ezzel abszolút egyetértek. Hát ennek az oka szerintem az lett, hogy a 16-os EB óta eltelt 8 év, majdnem egy évtized, és azért lássuk be, hogy a válogatottunknak úgymond az alapcsapatában most már nem emlékszem annyira, hogy a 16-os EB-n pontosan kikből állt a keret, de azt nyakamat merném a tuskóra tenni, hogy messze nem volt annyi topligás válogatott játékosunk, mint most. Tehát ez automaticál magával vonza azt, hogy válogatottnak a játéka fejlődik, hiszen hétről hétre topligában erősödő alapjátékosaink vannak. Hát ugye Szoboszlai nem is kell említeni, Kerkez, a Schäfer, az Orbán, a kapusposzton a Gulácsi ugyan, de a Dibuszi szerintem annó, hát megállná a helyét egy topligában, bár én szerintem most már a Fradiból nem fog ő nagyon elmenni, sem erre külföldre, de ott a Sallai. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy én nem tudom azt, hogy 2016-os EB-n ennyi topligás játékosunk lett volna. Tehát azért, és említettem is pár perce, hogy én szerintem az akkori Ausztria meg pedig még annál is erősebb volt, mint amilyen most a játékerejük. Tehát, hogy ezzel teljesen egyetértek, hogy akkor lehet, hogy ezt 2-0-ás győzelmet bemárkoltuk, de hát annyit szívtunk előtte már itt a nem tudom 86 óta, hogy kellett egy ilyen. De az abszolút, hogy a fejlődés amúgy megkérdőjelezhetetlen, viszont én egy pici veszélyt érzek ebben, hogy a továbbjutásunk annyira benne lenne a levegőben. Nem akarok én pesszimista lenni, viszont a túlzott szubjektivitásnak a hibájába sem esnék. El is mondom miért. Én megmondom őszintén, picit félek. Van egyfajta hurrá optimizmus itt most a válogatott környékén évek óta. Hozzáteszem jogosan. Tehát Rossi alatt összekovácsolódott egy olyan banda, akik láthatóan nemhogy a kisebb válogatottak ellen, hanem még a nagy kutyák ellen is sokszor óriási meglepetéseket okoztak. Elég ugye a Nemzetek Ligáját, a két évvel ezelőtti Nemzetek Ligáját említeni, amikor úgy vágtunk neki az A divíziónak, hogy valahogy maradjunk benne, aztán az utolsó olaszok elleni Puskás arénában már azon imádkoztunk, hogy összejöjjön a négyes döntő, ami ugye 0-2-es vereség miatt nem jött meg, de hát vertünk egy Angliát 0-4-re, egy németeket 0-1-re, és hát igazából, hogy mondjam, kicsit elkényeztettek bennünket a srácok, és igazából az utóbbi szűk egy évben, én szeptember óta, én látok egy nagyon pici visszaesést, hát nem is olyan picit, hát emlékezzünk vissza, hogy miután az EB-s elejtezőn oda-vissza megvertük Szerbiát, öröm és boldogság,
Ahhoz képest utána Litvániában hogy megszenvedtünk, Bulgáriában hogy megszenvedtünk, idén tavasszal igazából a törökök ellen egy X-es meccset láttam inkább, Koszovót ugyan megvertük 2-0-ra, egyedül a Montenegro elleni hazai meccsen mondtam azt, hogy amit 3-0-ra nyertünk, vagy 3-1-re, nem is tudom hirtelen, 3-1-re, arra mondtam azt, hogy na igen, ez egy jó teljesítmény volt, itt nagyon bepörögtek a srácok, de igazából, és a mostani írmeccs, amiből nem szabad messzevenő következtetés vonni, de minthogyha én érzékelnék egy nagyon pici formahanyatlást, és van bennem egy olyan plusz, hogy mondjam, negatív érzet, ami ezt felerősíti, minthogyha a válogatottunknak az alapjátékosai főként a támadó szekcióban formán kívül lennének. És ez pont, hogy az utóbbi években júniusban mindig arról beszéltünk, hogy a júniusok tök jó sok szoktak sikerülni a válogatottnak, 2 éve a Nemzetek Ligáján is, tavaly is ugye a szerbek elleni belgrádi meccset ott nyertük meg, és most pedig azt érzem igazából, hogy Szoboszlairól ugye hetek óta cikkeznek, hogy formán kívül van a sérülése óta, kikerült a kezdőből a Liverpoolban, nem mer úgy játszani, mint ahogy ősz elején, biztonsági passzokra törekedik, nem húz váratlant. Ez némileg jogos kritikák, bár én azt is hozzáteszem, hogy szerintem fáradt is a Dominik, tehát az első angliai évén van túl, óriási mesterheléssel, teljesen szokatlan környezettel. Én azt mondom, hogy ez benne van a pakliba, de én azért nem temetném, meg pláne nem. Meg olvasom sok helyen, hogy nagy lett a mellé, én két lemezt, de nem is akarok nagyon Szoboszlaira csak kihegyezni itt a mondandómat. Kicsit nyugtalanít, hogy Varga Barna, aki ontotta ősszel a gólokat, meg tavasz elején a sérülése után, szóval egyik bajnokin az MTK-nak valami 3 perc alatt rúgott 3 vagy 4 gólt, nem is tudom, az most egy kicsit, mint hogy a gólövőcipő eltűnt volna. És én nekem nagyon-nagyon, Sallainál is azt érzem, hogy kicsit ott a fáradtság érzete, és egy kicsit félek, megmondom őszintén, hogy ez egy kiélezett csoport. Tehát nem olyan nehéz, mint 3 éve az a halálcsoport, hogy francia, portugál, meg mi volt a harmadik? Német. A német, így van a német, hogy esélytelen, hát csak szerepeljünk jól, azt az esélytelenek nyugalmával lesz valami, hanem itt van esélyünk. És érzem az embereken is, hogy itt most mindenki azt, hogy fú, tök jó lenne, mert ez egy olyan csoport, a német, skót és a svájc, ahol tényleg én is azt érzem, hogy itt van szanszunk, de amekkora szanszunk van a továbbjutásra, véleményem szerint ugyanakkora szanszunk van, hogy simán akár még csoport utolsók is lehetünk, és itt megmondom őszintén, kicsit félek attól, hogy mindenki hurrá optimizmus vásna, hogy csalódjunk. Mert megmondom őszintén, jelenleg ezt a válogatottat nem látom jobbnak, mint Svájcot, vagy akár a skótokat, mert a skótok is baromi kellemetlen ellenfelek tudnak lenni. Úgyhogy nem nagyon tudom hova tenni egyelőre azt, hogy tovább juthatunk-e, vagy kieshetünk. Én nagyon óvatosan kezelem ezt az EB-t, nagyon szurkolok a srácoknak természetesen, de objektív szempontból én azt mondom, hogy ebbe bármelyik forgatókönyv benne van. Olyan érzés van az embernek, hogy innen csak esni lehet, ugye? Mert hogy ugye valljuk be, hogy 3 évvel ezelőtt ott onnan ugye az 1 pont is bravúr volt. És az, hogy 2 szereztünk, meg pláne. Tehát még németek ellen ugye tovább is jutottunk volna, tehát a németeknek kellett ott menni az eredmény után. Illetve én megmondom, hogy szerintem most arra nem hiszem, hogy 8 éve vártuk el a továbbjutást, ugye az se volt egy nehéz csoport, még ugye nagyon simán sikerült is. És tehát akkor az ott ugye meglett. Ez a csoport kicsit szerintem ahhoz hasonlít, mert ugye azért itt láthatjuk, hogy azért talán a többi válogatott sem éri fénykorát, a skótoknál ugye jelentős mennyiségű sérülés is összejött, tehát épp ezért van az, hogy még talán mindig bízhatunk benne, mert viszont egy dolgot azért fel kell magunknak írni, hogy majdnem a legjobb kezdőbe tudunk játszani, mert igazából a kulcsjátékosok közül csak Kalmár az, aki sérült, de ugye Kalmár sem szokott általában kezdő lenni. Ez így van, tehát hogy vannak pozitív előjelek is, és ahogy előbb elsoroltam, van negatív előjel is. Tehát igazából, hogy mondjam, nagyon sok függ majd, egy óriás a motiváció, hogy ki milyen napot fog ki, mely válogatott, hiszen azért lehet látni például most kapásból egy Svájccal kezdünk. Basszus kulcs, Svájc az 2 éve a VB-n a franciákkal mekkora meccset vívott. Ha nem tudom, megvan-e, emlékszel, hogy a franciák nagy nehezen hosszabbításba jutottak tovább, de igazából pont egy olyan válogatott a Svájc, akit hajlamosak az emberek egy picit talán alul leírni, holott ők is, hogyha jó napot fognak ki, azért
nem azt mondom, hogy Európa top csapatai közé tartoznak, de nem véletlenül vannak például a Nemzetek Ligájában az A divízióban, meg rendre ott minden egyes világeseményen vagy kontinens viadalon. Úgyhogy gyakorlatilag én azt mondom, hogy nagyon óvatosan kell ezt kezelni, ezt az EB-t, mert ahogy mondtad, én nekem az van bennem, hogy annyira el vagyunk kényeztetve az utóbbi időben, hogy nehogy mindenki pofonként élje meg. Én személy szerint rohadtul örülök, hogy ott vagyunk zsinórban a harmadik EB-n, nekem ez volt az alapelvárásom, amikor elkezdődtek a selejtezők, mert megmondom őszintén, én féltem ettől a balkáni brigádtól, a szerbektől, Montenegrótól, hogy nehogy a végén megvicceljenek, aztán pótselejtező, vagy még az se, és hát kijutottunk egy eseményre, én szerintem a srácoknak is ezt élvezni kéne, a szurkolóknak is élvezni kéne, akik ott vannak, és hát bízunk benne, hogy tisztesen helytállnak. Tehát, hogy ha nem is jutunk tovább a csoportból, oké, nem esne jól, sajnálnám, mert tényleg ez egy olyan csoport, ami 2016-os EB-hez hasonlóan abszolválható, de ha nem jön össze, akkor én azt mondom, hogy csak ne szerepeljünk le, tehát ne égjünk le, mit tudom én, nagyon nagy vereségekkel, és hogyha meg tovább jutunk, akkor onnantól kezdve minden meccs még nagyobb ajándék, úgyhogy én valahogy így kezelem ezt az egészet, és remélem, hogy a szurkolók többsége is, mert nehogy az legyen, hogy itt most mindenki azt várja, hogy olvasok ilyen cikkeket, hogy valami 0,9% esély van a döntőbe jutásra, meg mit tudom én, és akkor itt az emberek elolvassák az ilyeneket, aztán óriásikat kezdenek álmodni. Nem, itt szerintem meg kell élni azt, hogy ott vagyunk az EB-n, örülni kell neki, aztán a fiúk pedig, ha azt látom, hogy küzdenek, kaparnak és mindent megtesznek a válogatottban, vagy a válogatottért, akkor azt mondom, ha ki is esünk, akkor most ennyi jutott, mehetünk a következő nagy tornára majd, aztán ennyi. Jó, azonban miatt menjünk a következő nagy tornára, akkor kicsit nézzük meg a szorzókat is, mert mi csak általában is sportfelelősség szoktunk beszélni. Nincsen azért olyan nagy OCC kavalkád Magyarországra, tehát addig 5-6 opció van, amigazából amik közül választhatunk. Én csak arra szeretnék kérdezni, hogy egyet, amiről szeretnél beszélni, ami szimpatikus volt számodra, amiben egy kis értéket látsz, azt tudnál-e vázolni, és akkor utána én is ugyanezt megteszem. Hát, ahogy mondtad itt még egy héttel az EB előtt, azért nincsenek nagy, hogy mondjam, ilyen long-term típusú fogadások. Megmondom őszintén, nézegettem itt a podcast előtt egy jó másfél órát a kínálatban ezt a néhány opciót, és nem tudtam dűlőre jutni. Szégyen szemre! Totálisan azt adták vissza a bukik a kínálatban a szorzók segítségével, amit várok. Tehát például lehet olyan opciót, olyan opcióra fogadni, hogy az elért helyezés a csoportkör végén, és azon belül is a top 2-be mekkora esély van az egyes válogatottaknak, mint például mi az A csoportban, hogy tovább jutnak. Na és sokat mond, hogy például az A csoportban Németországnak 1/10-es a szorzója, hogy a top 2-ben végez, magyarul házigazdaként elvárás, alapelvárás, hogy a németek ugye tovább jussanak, ami azt szerintem semmi érték nincs, mert ebben a német válogatottban azért benne van a blama, de mindegy. Legérdekesebb egyébként a Svájc-Magyarország-Skócia trió, a névértéken mondom, amit éppen látok, Svájcra 2-25, hogy a top 2-ben lesz, Magyarország 2-30, Skócia 2-10. Szinte alig van különbség a szorzók között, totálisan azt adja vissza, hogy még a bukik se tudják, hogy ez a hármas mit fog egymással művelni. És még jobban bekavar majd esetleg a képletbe, ha valaki pontot szed Németországtól, vagy ne adj Isten, vagy adja Isten, megverik a németeket. Tehát igazából én is ugyanilyen tanástalan vagyok, ahogy mondtam is egy pár perccel ezelőtt, ebben bőven benne van az, hogy tovább jutunk, vagy éppen kiesünk. Mert van is, ugyanis egy olyan opció is, hogy a csapat utolsó helyen végez a csoportban. Hát érdekes módon a magyarok 2-35-ös szorzóért tehetjük. Tehát 2-30 az, hogy tovább jutunk, 2-35 az, hogy utolsók leszünk. Totálisan 50-50 az esély. Nem tudok elmozdulni, mert én is ezt érzem, hogy ebben benne van a bravúr is, meg az is, hogy sajnos akár csoport utolsóként is kieshetünk, hogyha még esetleg a skótok is megvetszelnének az írekhez hasonlóan. Nem tudom, te mit gondolsz erről? Bocs, és ezt szeretnék összejavítani, tehát ugye te az első két helyről beszélsz, ugye annak van ilyen kettő feletti otca, mert ugye bizonyos csoport harmadikok is tovább fognak jutni, tehát hogyha továbbjutásba számolunk, ugye akkor harmadik helyként is tovább lehet jutni, és a továbbjutásban már 1.65-ös a szorzó viszont a válogatottnak.
És ezt te, amúgy ezt a mely, hol, nem mondunk fogadóirodát, én jelen pillanatban olyat látok, ahol ilyen opciót nem látok, úgyhogy akkor ezek szerint bocsánat. Hát, hogyha az van, hogy tovább jut, akkor ugye az lehet adott esetben harmadik is, hogyha az van, hogy csak egy első két hely, akkor viszont csak az első két hely van ott. Tehát ez kettő külön piaca. Én bárhol, ahol néztem, ugye ott különböző piacok voltak. Hát akkor és olyan is lehet fogadni, hogy kinyeri meg a csoportot. Aha, akkor ebben még bele kell ásnom magam a napokban, mert egyelőre úgy néz ki, hogy ezt itt nem látom. De mindegy, az a lényeg, hogy te esetleg valamit ki tudtál szűrni ezekből? Te lett valami, okosabb lettél ezen a téren? Mert megmondom őszintén, én nem. Ami érdekes volt, igazából kettő volt az, amin egyáltalán el tudtam gondolkozni. Tehát, hogy itt vannak olyanok, hogy megnyerjük az egész EB-t 81-es szorzón, meg ilyesmi, az annyira nem meg bele. Biztos az, aki megfogadja, meg tök jó lenne, hogyha sikerülne is neki. Akkor mi is elég boldogok lennénk, azt hiszem. Kettő opció van, ami igazából ilyen eldöntendő, igen vagy nem. Az egyik az az, hogy Szoboszlai fél gólt felett vagy alatt. Azért tudjuk, hogy kapu környékén ő fogja lőni az összes szabadrugást, ő rögvé az összes büntetőt, ráadásul elég jó százalékban is, és az éreken azért nagyon lehetett látni, hogy ha a játékosaim bajban vannak a 16-os környékén, akkor egyből őt keresik, aki ugye távolra is tud lőni. Picit már azt éreztem, hogy nagyon Szoboszlai függők vagyunk, ugye, de neki ezt a vállalatokban gyakran össze szokott ez jönni. Ugye itt azért volt itt az Izland elleni kijutás a legutóbbi EB-n, mert azért többször is azért tényleg így ráhelyeztük a hangsúlyt, tehát bejött neki, ugye talán még Montenegro elején meccse volt nagyon jobb. Hogyha lő legalább egy gólt, az 1,5-ös szorzó. Nem a legmagasabb, bevallom, de ebben azért még látok fantáziát, így, hogy tudom, hogy a pontrugásokat azokat ő fogja lőni. A másik viszont az a csapat által lőtt összes gól, itt a határt 4,5-nél húzták meg, és az alatra 1,53 jár, a feletre pedig 2,37. És itt jön elő az, amiről te is beszéltél, hogy a támadó játék mostában az utóbbi meccseken annyira nem állt össze, lehet, hogy az Izrael ellen változni fog, de ugye Írország ellen is a legjobb támadó szekciónk játszott azért. Tehát azért abban nagyon nem fogunk benyúlni, hogy a Varga Barna lesz az ilyen, mögötte pedig Szoboszlai és Sallai. És azért három kemény meccs vár ránk. A skótot azért tudjuk, hogy elég kemény a védelme, Németország ellen azért valószínűleg nem szórjuk meg magunkat, és azért tudjuk, hogy Svájc sem annyira gyenge. Tehát mindenhol összejöhet a gól, de az, hogy ugye lesz legalább három meccsünk, ugye itt ebben az a trükk, mert ugye itt az a kérdés, hogy az EB-n hány gólt szerzünk. Tehát ugye lehet az, hogy ez nem csak három meccs, hanem tovább jutunk, és akkor még ugye van több lehetőségünk rá. Tehát ugye itt már kell azzal játszani, vagy hogy a csapat ugye tovább juthat-e. És azért ezt nehezen mondom meg, én inkább egy kicsit hallok a 4,5 alatra, de 1,53-on azt nem tenném meg. Tehát, hogyha most nekem mindenáron kéne mondanom fogadást, nem mondom azt, hogy ez nagyon value, de arra tennék, hogy Szoboszlai Dominik fog gólt lőni, legalább egyet, és ennek a szorzója 1,5. Mit gondolsz erről? Hát az, hogy ez egy nagyon erős tipp szerintem is. Mint ha gondolj bele, három meccs alatt bármikor lehet egy 11-es, egy jó szögből, egy szabadrugás. Tehát én elsősorban Szoboszlait ugye pontrugásból szoktuk megvillani, vagy hát hogy mondjam, villani, vagy látni óriási gólokat, jól megmondtam. De igazából ugye a Montenegrót is említetted, ott azért akcióból is tudott találatot elérni, meglepne a három meccsen egyetlen egy gólt sem lőne. Akármennyire formán kívül van az utóbbi időben, ennek a válogatottnak ő a szíve lelke. Az írek ellen takarékon égett, tehát azért azt figyeltem, hogy szerintem ő próbálja az utolsó, hogy mondjam, erőforrásait azért tartalékolni. Simán benne van, hogy azért rúg egyet. De amúgy egyébként ilyen téren, most így nem néztem meg, hogy rá van csak ilyen ott a Sallaira, nincsen véletlenül hasonló, mert ő aztán meg mindig szokott hirtelen villanni egyet, tehát benne is. Sallaira olyan van, hogy kilövi a magyar váltodban a legtöbb gólt. Ott amúgy, aki azt esetleg eltalálja, erről írtam is cikket, az amúgy nagyon jól jár, mert hogy ott is Szoboszlai a legesélyesebb, de ő is 4-es otccal kezdődik. Tehát attól a többieknek csak mind magasabb szorzója van. Most az, hogy kilövi a legtöbb gólt. Sallai 6-os szorzón van, igen. Tehát, hogy ő benne azért megvan. Szeret távolról is próbálkozni. Emlékezhetünk, hogy mekkora gólt lőtt a szerbeknek, és a szerbeknek lőtte ugye azt a szép átvételből, fordulatból. Talán egy óriási gólt lőtt, még be is válogatták az egyik összefoglalóban a forduló góljai közé az egyik selejtező hét során.
De igazából és én is ahogy nézem így ezeket most piacoknál, ez az 1.50-es Szoboszlai az, ami nagyon tetszik. A 4 és feles, amit kifejtettél, 4 és feles gólhatárra, én még ezt én nem érzem egyált, hogy most fölötte rúghatunk-e 5-5 legalább 3 meccsen. Inkább megérzés szintjén egyetértek veled, hogy az under inkább reálisabb ebben az osztásban. És aztán remélem, hogy azért a fiúk ránk cáfolnak. És itt is azt mondanám, hogy ugye te is mondtad, hogy Szoboszlai 3 meccs alatt lőve gólt, de hogyha tovább jutunk, ugye az is még beleszámít. Tehát ez nem a csoportkör alatt, hanem a teljes EB alatt. Tehát alatt esetben, hogyha tovább jutunk, akkor ugye ez Szoboszlaira sem csak 3 meccsre vonatkozik. Hát akkor reméljük, hogy tovább jutunk, és akkor lövi meg azt a gólt, és akkor win-win helyzet. Tovább is jutottunk, meg jött a fogadásunk is. Hát még akkor is, hogyha döntővel lőni azt a gólt, mi? Hát az lenne a legszebb, így van. Akkor itt már szerintem a Magyarországon eufória lenne, meg minden, tehát ilyenre én nem ismerek, mondom, visszatérek így a, hogy mondjam, a sportfogadás objektív világába, ebből a szempontból most itt a podcast erejéig. Örülnék, hogyha tovább jutnák. Egyébként nem tudom, most így felmerült kérdésként, hogy most reálisan nézve, nem minden, mint szurkolói szempontból, te szerinted ez a válogatott, meddig tudná eljutni ezen az EB-n? Negyeddöntő, csoport, negyeddöntő, elődöntő? Én azt mondom, hogy szerintem azt tényleg, én a Bugika egyetértek amúgy, 1.65 a továbbjutás, ami ugye harmadik helyes is lehet. Szerintem az benne van, én is inkább azt mondanám, hogy igen, mint hogy nem. Viszont nekem az EB van egy olyan kicsit érzésem, és ez a 2016-ra vonatható vissza, hogy a csoportkörben azért vannak olyan válogatottak, amik nem veszik teljesen komolyan azt. Tehát tudják, hogy nem a csoportkörbe kell brillírozni. Ugye ezt láthatok 16-ban is, de igazából 21-ben is, még akkor kicsit a top válogatottak gyengében is szerepeltek, de azért 16-ban láttuk azt, utána tovább mentünk a csoport, és hogy Belgium mennyire simán megvert minket. Jól nem hiszem, 0-4 lett. Ott, amikor a belgák elkezdték komolyan venni, és nem is ők nyertek a végén, akkor azért ott kijött az a különbség. De mondom, Máté, én most végignéztem az Ausztria meccset, váltig álltam, hogy sokkal jobbak vagyunk, mint 16-ban. Tehát ezért nehéz. Én azt gondolom, hogy azzal már, szerintem az lehet az elvárás, hogy tovább jutunk a csoportból, és onnantól meg már minden meccs ajándék lesz. Mert nyilván úgy, ezt mind úgy mondom, hogy nem tudom, mi lesz a sorsolás. Lehet, hogy tovább jutunk, és kapunk egy olyan válogatott, aki jelen tovább kell jutni, de nyilván ugye ez nem így működik. Tehát, hogyha most kezdve, akkor ugye mivel lennék elégedett, az lennék elégedett, hogyha mondjuk a csapat tényleg játszana 3 jó meccset, tovább jutnánk, és utána meg majd lesz, ami lesz. Most nekünk is a 16-os EB-ről nem a Belgium elején 0-4 maradt meg, pedig ugye az a csoportkör után volt már. Persze. Hát figyelj, bármi megtörténhet, hát emlékezünk vissza, a 16-os EB-n egy Wales jutott az elődöntőbe, ha emlékszel. Azt hiszem, igen, Wales volt akkor azon az EB-n, aki elment az elődöntőig. Hát miért ne lehetne nekünk is egyszer szerencség, nem azt mondom. Remélem a szubjektív énem alapján ez akár meg is történhet. Meglátjuk, kíváncsi leszek az egészre, nagyon várom. Már most így a beszélgetés meghozta a kedvemet, hogy egy hét múlva szoríthatunk a srácoknak, hogy Svájc ellen jól kezdjenek. Aztán remélünk, hogy nem vereséggel, hanem egy meglepetés győzelemmel, mert ugyanis, hogyha már megnézitek itt a fogadóirodák egyébként készülnek már a meccsekre vonatkozó kínálattal is. Jelen pillanatban a Bukika azért Svájcot tartják ugye favoritnak értelemszerűen, azért szerintem papíron némiképpen erősebb válogatott, tehát meglátjuk, szerintem megfordíthatjuk mi ezt a papírformát majd. Jó van, hát köszönöm, hogy szép zárszó is volt. Tényleg lassan itt az EB, jövő héten már fut, elkezdenek majd a meccsek futni. Az biztos, hogy lesz 3 találkozónk Németországban, utána majd megnézzük, hogy merre megyünk, tudjuk-e folytatni, vagy sem. Addig is kövessetek a sportfogadás.org-nak a weboldalát, ahol még minden meccsről olvashattok majd beszámolókat is, meg tippajánlókat is, szóval érdemes hozzánk ellátogatni. És igazából mindenkinek jó EB nézés, mindenkinek jó meccsnézés, meg szurkolást, főleg a magyar válogatottnak, vagy bárki másnak, meg jó sportfogadást. Sziasztok!